Üdvözlöm minden egyes nézőnek, nem máshonnan, mint Noszvajból jelentkezek most be. Erre a kis községre jöttünk most el, és egy ilyen kis rövid bemutató videót szeretnék én csinálni Noszvajról, ahol megmutatom, hogy miket lehet csinálni, milyen érdekességek találhatóak itt a községben, és hogy hogyan lehet eltölteni itt egy rövid hétvégét. Maradjatok velünk, és iratkozzatok fel! Noszvaj egy alig 1900 fős település, Egertől 13 kilométerre kb. 20 perc autóútnyira található, és már a település már az Árpád-kor óta lakott volt. IV. Béla idejéről is maradtak fent feljegyzések a falu nevét említve. A Noszvaj, aminek a jelentése a mi falunk, az utóbbi években erősen ráment a turisztikai fejlesztésekre, és igazán erős vonzó központtá vált, főleg a városból érkező turisták számára, akik ilyen csendes, meghitt és ilyen nyugodt környezetre vágynak, ilyen környezetbe szeretnének kikapcsolódni. A Bükki Nemzeti Park lábán a Kánya-patak völgyében helyezkedik el. Nagyon kis, csendes, nyugodt az egész terület, úgyhogy kitűnő kirándulási célpont azoknak, akik egy kicsit el akarnak szakadni a város zajától. Feljöttünk az Imánytetőre, amit régebben Árpád helynek is hívtak. 309 méteres magasságával tornyosul Noszvaj községe felé, és nem egy hosszú túra igazából, de a végén elég meredek, úgyhogy ilyen erős augusztusi nyári napokon azért meg tud izzadni az ember, de amúgy tök jó kis lájtos kis túra, és innen fentről már csak a kilátás miatt is megéri az egész. Illetve itt a kilátó mellett látható a millecentenáriumi emlékmű is. Noszvajon megmaradtak ezek a régi középkori építészeti és lakóhelyi formák, illetve ilyen dombházak.
amelyeket barlanglakásoknak hívunk így egységesen. Ezeket az épületeket viszonylag könnyebben alakítható, puhább riolit tufából vájták ki. Ez a tufa a vulkáni törmelékes kőzet, ami jellemzően porból és hamuból jött létre, és lazább szerkezetű kőzet, amit a korabeli szerszámokkal is könnyebben tudták az emberek kialakítani. Ezen tágas épületek, barlangok és földalatti emlékek megőrzését tűzte ki céljául a Farkaskő Noszvaj Barlangművész Telep Egyesület 1997-ben, és az Egyesület a hagyományos növényeket is próbálja visszatelepíteni, de a szép szoborparkkal és kerttel is rendelkezik. Noszvaj egyik nevezetessége a Delamotte kastély. Ide látogattunk el most. Magát a kastélyt 1774 és 78 között Povolnyi János építőmester tervei alapján építették. Érdekesség, hogy a szintén építész fia Povolnyi Ferenc nevét a debreceni Povolnyi Ferenc szakközépiskola is viseli. Maga a kastély a Szepessy család tulajdonában volt, ezért egészen 1782-ig, amikor is Delamotte Antal feleségének, Vécsei Annának adták el a kastélyt, mindössze 11 ezer forintért, ami akkoriban azért elég sok pénz volt. A barokk stílusban épült kastélyban akár kosztümös idegenvezetésre is van lehetőség. Magát a kastély belülről nagyon, nagyon impozáns, szép formák díszítik, hatalmas festményekkel, római istenekről készült karikatúrák díszítik a falakat és a mennyezeteket is, hatalmas festvények. Nyilván ezeket restaurálták, de nagyon szép állapotban vannak. És jelenleg látogatható múzeumként működik a kastély. Noszvaj és a glamping. Mit is jelent maga ez a glamping kifejezés? Az angol glamorous és camping szó összetételből tevődik össze. Igazából ez a fogalom pár éve jelent meg Magyarországon, és lényegében azt jelenti, hogy a sátrazós, természetközeli szállásokon történik az elhelyezkedés, de ezeket luxus környezetben kell elképzelni. A városból elszakadni próbáló embereknek kifejezett célpontja. Noszvajon ilyen szolgáltatás többek között a Nomád Hotel nyújt. Noszvajon található a Szerelmes Meseút, ami lényegében egy ilyen kis kalandos túra, ami során ilyen kézzel készített és nagyon szépre festett különböző ilyen dobozokat lehet felkutatni, és ezekben játékos feladatokat, népmesei történeteket lehet olvasgatni, amit kicsik és nagyok is tudnak egyaránt élvezni. A két különböző ilyen meseútvonal, mesetúra létezik. Az egyik az kifejezetten a családosoknak, kisgyerekeknek való szerelmes meseút, és létezik egy inkább felnőttek számára kitalált szerelmes pajzán meseút is. Sífőkúton vagyunk. Itt láthatóak ezek a mesterségesen kialakított tavak a Kányapatak völgyében. Maga a Síkfőkút és Noszvaj az évek során eléggé így összenőttek, és Síkfőkút hagyományosan az ilyen üdülő központja, üdülő része Noszvajnak. És csomó turistaház található itt, illetve ilyen nyaralók, és számos túraútvonal is eléggé meghitt, ilyen kis csendes környék, úgyhogy nagyon kellemes.
És hogyha egy kis strandolásra vágytok, akkor gyertek el Noszvaj mellett található Bogácsra, ahol a kicsiknek és a nagyoknak is számtalan medence megtalálható, hidegvizes, melegvizes, és sok-sok csúszda is, amivel el lehet szórakozni akár egész nap, úgyhogy ha van időtök, akkor ajánlom. Ez lett volna a Noszvajt bemutató kis rövid videóm. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Ciao.